Megszületünk egyszer fizikailag. Aztán újjászülethetünk, ha megtesszük a lépéseket, ha elég kitartóak vagyunk. Szerintem még nem születtünk meg igazán. Ha így volna, teljes életet élnénk. De nem élünk. Nem tudunk, mert a teljesség eléréséhez mindig hiányzik valami, ami szent, örök. Örök fogadalmat teszünk, emlékszik rá a szív. Tudja, kitörölhetetlen. Az emberré válás művészete komoly, hosszú folyamat, nem adják csak úgy. Az életünk az, amivel hozzájárulhatunk, ha megtanulunk tisztán és boldogan létezni. Ez az, ami hiányzik. Ez az, amitől nem tud kiteljesedni a benső. Ha nem tanulunk meg szeretni, nem lehetünk emberek. Ha nem válunk emberré, nem születünk meg. A szeretet hoz új létezőt a földre. A szeretet az, amely hív. Formál külsőt, indít, varázsol egészet. Emel erkölcsi rendbe. A rend mindig egységes, a rendben mindig kívánalom él. Harmóniára való törekvés. Ez a mi dolgunk. Ez az, amit létre kell hoznunk itt is. Szeretetteljesen, éberen és nagyon tudatosan. Építenünk kell új utakat, szebb épületeket, nem külső falakat húzni, még inkább lerombolni, hogy ne legyen akadály, ne legyen gát, ami kettőnk közé áll, és a szeretet útjába. Hiszen mi meg akarunk születni, mi létezni szeretnénk, természetesen és pontosan, úgy, ahogyan a minta teszi, ahogy az egyetemes kéri tőlünk. Ezért kaptunk létezőt, ezért a születés, ezért az egybekelés. Pillangó a bábból, madár a kalitkából, szabadon, emberként, megújulva, morált követve, hittel, magokat ültetve, amiből virág lesz, és fa nő. Olyan életsarjad, amire jó ránézni, amit kellemes megfogni, ölelni, egységbe helyezni. Ha a szeretettel intézzük, ha a szeretettel neveljük, megszületik. Mi is, önmagunkban, bent vetünk ágyat, belül fejlődünk, burokká válunk, amely oltalmaz, amely egyberendezi a világot. A fájdalmat elűzi, a gonoszt elkergeti. Néma nem él többé, hazug nem lesz, mert újjászületik egy újvaló, kerek egész, önazonos személyiség, aki már nyugodtan felléphet Isten színpadára, a dobogó legfelső fokára. Utat mutat, vezényel, segít eljutni egy másik országba, a szeretet irányába, ahol nincs tábla, sugallat él, ami megmozdítja a szívet, amely nem engedi, hogy közönnyel éljünk, nem engedi, hogy ne szeressük egymást, hogy elengedjük a másikat, hogy úgy létezzünk, ami ma divatos, fergeteges, szemlesütve, füleket becsukva, és szívet bezárva. Nem tehetjük meg. Mi más emberek leszünk, emberekké válunk, akik ismerik a szeretet törvényszerűségeit, akik születtek, voltak, lettek, egymás felé léptek, nem engedtek az idegenségnek, nem engedtek az eltaszításnak. Milyen világ az, ahol kiközösítés él,
A világ sem született meg, az emberiség sem nőtt fel, mi sem vagyunk nagyok, oly nagyok, akik nyugodtan, kézenfogva sétálhatnak az utcán, anélkül, hogy rosszót vetnének ránk, kik vagytok, hová tartotok, álljatok meg, ha mondom, mert ha nem, nem lesztek egyek, teszünk róla, ha kell. És ha tovább megyünk, ha tovább szorítjuk az összetartozás kezét, erkölcsi lefejezés vár, számüzetés. Ezért nem születtünk meg, ezért nem vagyunk még újjak, mert az újszülöttséghez, az újjászületéshez irgalom kell. Elfogadás, tudás, vágy, amely arra buzdít, egyek legyünk, akkor is, ha egy eszmét valljunk minden áron. Kettőből egy Istent formáljunk, egy világot, világosságot. Fénygyújt a lemondás, szerelmet áld az elengedés, és talán én is hazatérhetek hozzád, hozzád, a te szemedbe, a te mellkasodra, ahol megszületek, ahol nem egy anya, hanem te hozol létre. Rajtad lélegzem, benned éledezem. Sejtszintű táplálás érhető el veled, veled is, tenn.